Ugye eddig az U17-eseknél dolgoztál, mennyivel másabb most a felnőtt csapatnál végezni a munkádat? Valamivel könnyebb, mert érettebb, idősebb játékosokkal foglalkozik az ember, könnyebben megértik, amit kér az ember. Talán ez a leghangsúlyosabb különbség. Hol tartotok most a felkészülésben? Próbáljuk összerakni a csapatjátékot, kicsit több labdabirtoklást szeretnénk elérni, olyan gyakorlatokat csinálunk, amik ezt elősegítik, illetve többféle variációt is kipróbálunk felállásba is, ugye a játékosokat is forgatjuk, keresünk a legerősebb csapatot. Mi az, amit láttál az új szerzeményektől eddig? Azt láttam, hogy jó képességű játékosok, nem véletlenül kerültek az MTK-hoz. Kevés idő telt még el, majd inkább a mérkőzések után látunk majd tisztában velük kapcsolatba. Esetleg benne van a pakliban, hogy a sok támadó érkezésével játékrendszert is változtattok a tavaszi szezonra? Igen, az előbb ugye mondtam, hogy keresünk a felállást is, hogy hogyan szeretnénk, kikkel. Ugye van egy elképzelésünk, hogy minél több gólképes játékos kerüljön be a csapatba, de mögé kell egy olyan csapatjáték, ami ugye biztosítja a helyzeteket, meg a lehetőséget a gólszerzésre, ebbe szeretnénk előrelépni. Rendben, szombaton mit vártak az első edzőmérkőzéstől? Azt, hogy sokat legyen nálunk a labda, türelmesen játszunk, és ugye amiket itt a héten, meg előző héten is gyakoroltunk befejezéseknél, ugye jó helyekre mozgások legyenek meg az összhang a előlévő játékosoknál.